A Pápai Lelki Elsősegély Telefonszolgálat új képzést hirdet a hívások fogadására. A képzés pedagógusoknak kreditpontot jelent. Jelentkezés a kórházi Jókai utca recepcióján leadott zárt levélben lehetséges. A jelentkezéshez szükséges az elérhetőség megadása, az érettségi bizonyítvány másolata, kézzel írott önéletrajz és motivációs levél. A borítékon a lelkisegély jeligét fel kell tüntetni. Jelentkezési határidő március 9-e. Bővebb információ a 0630 36 00 825-ös szervezői vonalon Balázsné Márton Mária egyesületi titkártól kérhető. Ülés tartott péntek délelőtt Pápaváros képviselőtestülete. A programot külső helyszínen kezdték. A testület tagjai megtekintették a régi dohánygyár épületét, mert azt az önkormányzat szeretné megvenni és hasznosítani. A Városházán többek között személyi ügyekkel kapcsolatos döntések szerepeltek az ülés napirendi pontjai között, és elfogadták a megváltozott szociális támogatásokkal kapcsolatos rendelet módosítását is. Közel 2 órát töltöttek a képviselőtestület tagjai a volt dohánygyár épületében. Erre azért került sor, mert az önkormányzat szeretné megvásárolni és újrahasznosítani a volt dohánygyár épületét, melyet a mostani tulajdonos, a Házun Zon Kft. Hirdetett meg eladásra. Az adásvételt azonban egy környezetvédelmi vizsgálati eredmény megvárása miatt elhalasztották, mondta dr. Áldozó Tamás polgármester. Azt szeretnénk szakemberrel tisztázni, mivel ilyen típusú szaktudás a Városházán nem áll rendelkezésre, hogy milyen környezeti kockázatot jelent, és egyáltalán milyen kockázatot jelent egy tulajdonosváltás esetén az, hogy itt környezetvédelmi problémák vetődhetnek fel. Mi azt reméljük, hogy ez az előzetes szakmai vélemény kizár minden olyan kockázatot, ami el lehetetleníteni a város tulajdonszerzését, hiszen a képviselőtestület abban egyértelműen állásfoglalt, hogy az ingatlan megszerzését kívánatosnak tartja, és a hasznosítását pedig a város számára közügynek tekinti. Mi a városfejlesztési stratégiába a dohánygyárnak a hasznosítását beillesztettük. Mi azt állítjuk, hogy a véget ér környékét és az egész Erzsébet várost új funkciókkal tudnánk ellátni. Azt szeretnénk, hogyha ebben az épület együttesben olyan funkciókat tudnánk telepíteni, amik ismét magasabb presztízst adnak annak a környéknek. Fogunk jelentkezni egy hasznosítási javaslattal. Egyébként ez orvosi rendelő elhelyezésétől, mondjuk ipartörténeti múzeum létrehozásáig, kulturális közösségek számára megnyitható terektől, akár sportcélú hasznosításig sok mindent tartalmaz. De mi, ha megszerezzük majd egyszer tulajdonba, akkor azt szeretnénk, hogyha a nagy közönség számára bejárhatóvá tehetnénk, hiszen az elektromosok ismerik, de sokan a városból nem. Tehát bejárhatóvá tennénk a létesítményt, megmutatnánk egy-két alkalommal, és ezt követően várnánk további javaslatokat a pápaiaktól, hogy mi az, amit ebbe a hasznosítási koncepcióba illeszünk be. Személyi ügyek tárgyalásával folytatódott a program a Városháza üléstermében, ahol Bali Istvánt és Baracska Lászlót külső bizottsági tagnak választották, és megválasztották a bűnmegelőzési és közbiztonsági tanácsadó testületet is, melynek elnöke Bocskai László képviselő lett. Külső bizottsági tagokat választottunk, a 3 előterjesztett személyből Bali Istvánt és Baracska Lászlót, akiket a Fidesz-KDNP jelölt megválasztotta a képviselőtestület, Sokorai Lászlót, akit a Jobbik jelölt pedig nem választotta meg a képviselőtestület. A külső bizottsági tagok többségét az előző ülésen választotta meg a képviselőtestület. Azon az ülésen Süle Zsolt következetesen ellene szavazott minden bizottságnak a Jobbik képviseletébe. Amilyen az adjon Isten, olyan a fogadj Isten. A politikának vannak írott és iratlan szabályai. Ezek az írott és iratlan szabályok arról szólnak, hogy amikor egy új struktúrát állítunk föl, akkor kölcsönösen támogatjuk a másik jelöltjét, hiszen egyébként nem lenne bizottsági tagja vagy bizottsági külsős tagja az ellenzéknek, mert a többségével élhetne úgyis a kormányzó erő, hogy nem szavazza meg őket. Ugye erre vannak példák egyébként más településeken, Pápán ilyen példa nincsen. De miután azt láttuk, hogy Süle Zsolt nem fogadja el ezt az egész struktúrát, mi nem akartuk a helyzetét azzal nehezíteni, hogy akkor egy további jobbikosnak kelljen egy nem kívánt struktúrába dolgozni. Úgyhogy, amit az előbb említettem, amilyen az adjon Istennél a fogadj Isten elv alapján úgy döntöttünk, hogy akkor ettől a tehertől a jobbikat most megszabadítjuk. Egyébként abban az esetben, hogyha a jobbik felülvizsgálja az álláspontját, akkor természetesen készek vagyunk arra, hogy külső bizottsági tagot vonjunk be a Jobbik részéről a
bizottsági munkával. Tehát személyek kapcsolatban nem volt problémák, elvi kifogásunk volt. Az ülésen módosították a Pápai Platán Kft. Ügyvezetőjének munkaszerződését, majd elfogadták a pénzbeli és természetben nyújtott szociális támogatásokról szóló rendelet módosítását. A változás az, hogy az aktívkorú ellátás átkerült a kormányhivatalhoz. Ez a foglalkoztatást helyettesítő támogatás, az FHT. Ugye ez korábban ennek a finanszírozása úgy történt, hogy 10% önkormányzati önrészsel finanszíroztuk, és 90%-ot adott az állam. És az állam magához mondta, hogy az álláskeresők nyilvántartása és a munkanélküliségre vonatkozó adatok amúgy is őnála vannak meg. Tehát igazából ez egy logikus lépésnek tűnik számomra. Nálunk pedig a települési támogatásként a rendszeres szociális támogatások maradtak meg. Most mi egy nagyon széles lehetőséget kaptunk ennek a szabályozására, hiszen települési támogatást saját maga az önkormányzat fogadhat el. Mi a települési támogatások között települési közgyógyellátást, települési ápolási díjat és települési lakásfenntartási támogatástról döntöttünk. És megmaradt még néhány olyan további támogatási forma, ami korábban is létezett, tankönyv támogatás, temetési segély, étkezési támogatás. 40 millió forint normatív támogatást kapunk a költségvetésből, és 63 millió forintot terveztünk mi magunk. Ez a 63 millió forint kevesebb, mint amennyire tavaly szükség volt, tehát kevesebb önkormányzati pénzből lehet biztosítani gyakorlatilag ugyanannak az ellátási rendszernek a fedezetét, mint eddig. Érdemes azt is elmondani, hogy mekkora az érintett kör, akik ezekre jogosultak. A körülbelül 400 lakás esetében a lakásfenntartási támogatást, az a 13 ezer pápai lakáshoz képest azt jelenti, hogy körülbelül olyan 3-3,5% a pápai lakásoknak az, amelyik után lakásfenntartási támogatást adunk. A körülbelül 400 közgyógyellátási döntést hozunk, ami főleg nyugdíjasokat érint, ugye közel 6000 nyugdíjas van. Azt lehet mondani, hogy minden 15. nyugdíjas, de hogyha a fiatalabb jogosultakat is számba veszük, akkor mondjuk minden 20. nyugdíjas az, aki ilyenre jogosult. És olyan 50-60 nagyságrendileg az a szám, amikor pedig ápolási díjról döntünk, hogy az ápolási díj, mint rendszeres ellátás azzal együtt, azzal jár, hogy egészségügyi szolgáltatás megszerzésére is jogosít. Tehát ott az egy kvázi munkaviszonyként lehet értékelni. Korábban ugye azt láttuk, hogy ennek a három támogatásnak az együttese, hogyha valaki többre is jogosult, nem lehet több 28.500 forintnál, azonban közben kaptunk egy értelmezést a jogalkotótól, aki azt úgy értelmezte a jogszabályt, hogy lehet több, magyarán, ha valaki megkapja mind a három ellátást, azok együttes összege meghaladhatja 28.500-at, tehát összeadódik, nincsen korlátozás. Ha ezeket a számokat, ezt a 400-at, meg a 60-at mondom, akkor azért azt kijelenthetem, hogy a segélyezettek száma a város lakosságához mérten, és a lakások számához viszonyítottan azért elenyésző. Magyarán azt is mutatja, hogy Pápán az emberek a munkából élnek meg. Egyébként ezt az SZIA bevallások magas száma, és az aktivitási ráta is igazolja, tehát hogy magas az aktivitási ráta, és a munkanélkülieknek az alacsony száma pedig erősíti. Az ülés végén a vegyes ügyek között a képviselők az önkormányzat tulajdonrészének arányában 20 millió forint támogatást szavaztak meg a Deák Ferenc utca 1 szám alatti épület tetejének felújítására. március 1-én hatályba lép a szociális igazgatásról és szociális ellátásokról szóló törvény módosítása, vagyis jelentősen átalakul a pénzbeni és természetbeni szociális ellátások rendszere. Erről a változásról beszélgetünk Horvátné Farkas Andreával, a Pápai Járási Hivatal vezetőjével. Jó estét kívánok! Talán a legelső és a legfontosabb feladat ebben a témában, hogy az aktív korúak ellátásával kapcsolatos ügyintézés állami feladat lett, vagyis a jegyző hatásköréből ez átkerült a járási hivatalok hatáskörébe. Mi a plusz teendő ezzel? Tehát 2015. március 1-ével újabb mérföldkövéhez érkezett az önkormányzati és az állami feladatellátás szétválasztása.
azok az ellátások kerülnek a járási hivatal hatáskörébe, amelyeket eddig is az önkormányzatok központi forrás igénybevételével finanszíroztak és biztosítottak az ellátottak részére. 2015. február 28-ig az önkormányzatok, illetve a jegyző a hatáskörében eljárva háromféle ellátást állapított meg a jogosultak részére: egészségkárosodottak rendszeres szociális segélyét, foglalkoztatást helyettesítő támogatást, illetve rendszeres szociális segélyt. Ezek az ellátások részben átalakulnak, részben pedig változatlan formában kerülnek át a járási hivatalokhoz. Tulajdonképpen változatlan formában fogja intézni a jövőben a foglalkoztatást helyettesítő támogatások megállapítását a járási hivatal. A jegyzők az általuk intézett ügyeket átadják a járási hivatalok részére, így tulajdonképpen az ügyfeleknek semmilyen teendője nincsen az ellátások további igénybevételével kapcsolatban. Őket a járási hivatal fogja megkeresni egy tájékoztatással, amit írásban fogunk eljuttatni az érintettek részére, hogy erről a hatáskörváltozásról mindenki megfelelő módon értesüljön. Ez a tájékoztatás egyébként meddig kell, hogy odaérjen az ügyfelekhez? A jogszabály rendelkezése szerint 60 napon belül kell értesíteni az ügyfeleket a hatáskörváltozásról. Akkor beszéljünk egy picit az új hatáskörről, méghozzá az egészségkárosodási és gyermekfelügyeleti támogatásról. Ez mit akar? Az aktív korúak ellátása keretében új ellátási formaként egészségkárosodási és gyermekfelügyeleti támogatást állapíthat meg a járási hivatal. Erre az ellátási formára lesznek jogosultak részben azok, akik 2015. február 28-ig az egészségkárosodottak rendszeres szociális segélyre voltak jogosultak, illetve szintén ebben a támogatásban részesülhetnek azok, akik 14 éven aluli gyermeket nevelnek, akinek az ellátását, felügyeletét nappali ellátást biztosító intézményben nem tudják megoldani. Itt ez ügyben az ügyfeleknek mit kell tenniük, mit kell lépniük ahhoz, hogy meghatározza számukra a járási hivatal ezt a támogatást? Az átvett ügyeket a járási hivatal felül fogja vizsgálni, és a folyosításról a megfelelő határidőben és a jogosultsági feltételek figyelembe vételével intézkedik. Mik egyébként azok a feladatok, amik eddig is a járási hivatalhoz tartoztak, és ezután sem fognak változni, és hasonlóan szociális témakörben érintett feladatok? A pénzbeli szociális ellátások területén 2013. január 1-től a járási hivatal biztosítja az ápolási díj megállapítását, illetve a közgyógyellátást. Ennek eddig is az államilag finanszírozott, az alanyi jogon járó formája tartozott a járási hivatalok hatáskörébe. 2015. március 1-ig ennek a méltányossági alapon történő megállapítására az önkormányzatok voltak jogosultak. Hogy és hol tájékozódhatnak ezekben a témában a témában érintettek? Ezekben a témákban érintettek részben a járáshivatal hatósági osztályán tájékozódhatnak, a kormányhivatal honlapján, valamint 2015. március 1-től egy lényeges erőrelépést teszünk azon a területen, hogy az állampolgárok tájékoztatása, az ügyfelek kiszolgálása egyel közelebb kerüljön az érintettek lakóhelyéhez. Az eddigi 6 település helyett 2015. március 1-től 40 településen fog a járási hivatal ügysegédi szolgáltatást biztosítani. Ez azt jelenti, hogy az ügysegéd heti rendszerességgel fog megjelenni ezeken a településeken, ott tájékoztatást nyújt az ügyfelek részére az őket érdeklő kérdésekről, illetve a járási hivatal hatáskörébe tartozó ellátásokról. Ezekhez az ellátásokhoz szükséges, igényléséhez szükséges nyomtatványokat rendelkezésre bocsátja, segít a kitöltésükbe, illetve a kitöltött nyomtatványokat átveszi, és a járási hivatalba a megfelelő ügyintézésre behozza. Ez az ügysegéd mikor jelenik meg ezeken az adott településeken? Valamennyi településsel, valamennyi település polgármesterével előzetes egyeztetést folytattunk le, és velük egyeztetett időpontokat állapítottunk meg. A települések részére ezek az időpontok már közlésre kerültek, és kértük valamennyi
önkormányzat polgármesterét, hogy a helyben szokásos módon erről az állampolgárokat tájékoztassa, illetve a változásról ugyanúgy a kormányhivatal honlapján is hírt fogunk adni. Ezeket az ügyfélfogadási időpontokat és helyszíneket március 1-től a kormányhivatal honlapján is meg fogják találni az ügyfelek. A pápai járásban egyébként hány ellátottat érint ez, tehát hány ellátott ügye kerül át a járási hivatalhoz? Az aktív korúak ellátása körébe a jelenlegi számítások szerint, illetve az előzetes adat, a jegyzők előzetes adatközlése alapján körülbelül 970 ügy tartozik, ami várhatóan a járási hivatal hatáskörébe kerül. Van más változás is, úgy tudom, a járási hivatalnál még hozzá, hogy a juttatásokat már nem helyi pénztári kifizetéssel tudják megoldani. Az önkormányzatok részben költségtakarékossági, részben a hatékonysági szempontokra figyelemmel ezeket az ellátásokat a gyakorlatban házi pénztáron keresztül juttatták el az érintettek részére. Erre a járási hivatalok esetében nincs mód, hiszen nálunk házi pénztár nem működik. Az ellátottak juttatásait a kormányhivatal pénzügyi főosztályán keresztül lakcímre vagy bankszámlára történő utalással fogjuk eljuttatni az érintettek részére. Itt szeretném felhívni azoknak a figyelmét, akiknek esetleg a lakcíme a megállapító határozatban foglaltakkal szemben megváltozott, hogy ennek bejelentési kötelezettsége van, tehát ha ezt célszerű lenne minél előbb jelezni a járáshivatal részére, amennyiben a ilyen adataiban változás állt be. Ha már változás, a szociális törvény módosítása milyen változás hozott a járási hivatal életében? A járási hivatal a feladat ellátására az elmúlt időszakban felkészült. 4 ügyintéző került átcsoportosításra a feladat ellátására. Felkészült kollégák fogják várni az érintetteket. Ők a mai nap folyamán is egy képzésen vesznek részt a kormányhivatalban. Az ügyintézés hétfőtől, vagyis március 2-ától a járási hivatal Fő utca 12 szám alatti székhelyén a földszinten történik. Tájékoztató táblákat már helyeztünk el, hogy az érintett ügyintézőket melyik irodában és hol találják meg az ügyfelek. Mivel ez a szociális téma, a szociális törvény módosulása elég sok mindenkit érint, felkészült a hivatal a nagy rohamra? Bízunk benne, hogy a roham bizonyos mértékben szakaszosan fog bekövetkezni, hiszen ezeknek az ellátásoknak a megállapítása és folyósítása részben a munkahelyi központtal történő együttműködést feltételezi az ügyfelek részéről. Tehát az első körben az ügyfelek a munkahelyi központot fogják felkeresni, ott ütemezetten történik az ügyfelek visszahívása. Az első két napban várjuk a 2015. február 28-án közfoglalkoztatásból visszatérőket. A munkahelyi kirendeltség adatai szerint közel 600-an fognak érkezni azok, akiknek február 28-án ér véget egy hosszabb időtartamú közfoglalkoztatási jogviszonya. Közülük nem mindenki fog jogosultá válni a foglalkoztatást helyettesítő támogatásra, de többségüknek fel kell keresni, vagy valamilyen módon kérelmével meg kell keresni a járási hivatalt. Itt kiemelném, hogy a munkahelyi központ is közreműködhet a kérelmek eljuttatásában, ott is le lehet adni a kitöltött kérelmeket. És a munkahelyi központban is rendelkezésre fognak állni a nyomtatványok, amit az ott megjelenő ügyfeleknek a kollégák át fognak tudni adni. Van-e valami információ, ami még a változásokkal kapcsolatban hasznos lehet nekünk, vagy az érintetteknek? Az érintettek számára mindenféleképpen hasznos lehet azt tudni, hogy bár ez a hatáskör március 1-től a járási hivatalokhoz kerül, a jogszabályok a helyi polgármesteri hivatalok, közös önkormányzati hivatalok kirendeltségei számára is kötelezővé teszik ezen kérelmek átvételét. Tehát aki akár az ügysegéd heti egyszeri ügyfélfogadási időpontjánál nem tud megjelenni és a kérelmét leadni, annak sem szükséges is beutazni a székhely településre, hanem a helyi polgármesteri hivatalban átadhatja a kérelmét, ők el fogják juttatni hozzánk. Hivatalvezető asszony, köszönöm szépen! Én is köszönöm! A kommunista diktatúrák áldozatainak emléknapja alkalmából megemlékezést tartott múlt szerda este Pápaváros önkormányzata.
A rendezvényre a Pálos téren a Súlyog Dezső szobornál került sor, majd Katona István emléktáblájánál a Mándi Márton István utcában koszorúztak és mécsest is gyújtottak. Úgy, mint az őrült szerető szeret vizes fejjel beomló ég alatt taposni őszi fasor avarán. Faludi György Monológ életre halálra című versét szavalta el a himnusz hangjai után Magyar Balázs pápai középiskolás, majd Kovács Beatrix a Veszprém megyei közgyűlés tagja emlékezett a kommunista diktatúrák áldozatainak emléknapján. A szónok elmondta, az országgyűlés 2000-ben nyilvánította február 25-ét a kommunista diktatúrák áldozatainak emléknapjává, arra emlékezve, hogy a szovjet hatóságok 1947-ben ezen a napon tartóztatták le és hurcolták el Kovács Bélát, a Független Kisgazdapárt főtitkárát. Ez a történés a demokrácia és a szabadságjogok semmibevételének jelképévé vált. A kommunista diktatúrák halálos áldozatait világviszonylatban 100 millióra becsülik. Ennyien vesztették életüket éhínségben, kényszermunkatáborban, kegyetlen kivégzés által. Jóval többre tehetők azok száma, akiket a diktatúra hétköznapi valósága testileg és lelkileg is megnyomorított. A rendszer áldozata volt az is, akit vallattak és kínoztak, akit megbélyegeztek, akit kirekesztettek vagy börtönbe zártak, akit csoport vagy vallási hovatartozása miatt üldöztek. Mindenki, akit megfosztottak szabad cselekvés és választás lehetőségétől. Súlyog Dezső a kommunista diktatúra elleni küzdelem ikonikus alakjává vált, hiszen ő volt a nemzeti demokráciáért folytatott küzdelem nagy harcosa. Súlyog a német megszállás után azon a listán volt, akiket el akartak fogni. Az internáló táborból személyesen Mindszenty József, az akkori veszprémi püspök szabadította ki, és ettől fogva a két ember kapcsolata, mind politikai, mind emberi kapcsolata szorosan meghatározta Súlyog politikai tevékenységét is. 1944. október 15 után, miután a nyilasok elfogató parancsot adtak ki ellene, bujkálni volt kénytelen, és felszabadítóként üdvözölte a Vörös Hadsereget. Nagyon hamar azonban meg kellett tapasztalnia azokat az atrocitásokat, azokat a gyilkosságokat, azokat a rablásokat és fosztogatásokat, amelyekkel a szovjet hadsereg élt hazánk területén. Minden esetre Súlyog úgy gondolta, hogy nem csak egy végről van szó 1944 és 45 fordulóján, nem csak egy összeomlásról van szó, hanem valaminek a kezdetéről is. Most fel lehet építeni azt a demokratikus államot, amelyről a 30-as években a magyar parlamentben oly sokat beszélt. Előbb itt pápán, mint polgármester óriási munkát végezve a megszállás közepette, amikor biztosítani kellett az ivóvízellátást, az áramellátást, amikor hetente kellett Budapestre járni kölcsönökért, és Súlyog soha nem tért haza üres kézzel. 1945. novemberében listavezető volt Veszprém megyében, és természetesen a nemzetgyűlés tagja lett. Nagyon hamar felmerült már a nemzetgyűlési választások során a köztársasági államforma megteremtése. Tildy Zoltán köztársasági elnök megválasztása mellett az volt az alapelképzelés, hogy Súlyog Dezső lesz Magyarország miniszterelnöke. Súlyog Dezső azonban nem azt a politikát követte, amit a Kisgazdapárt centruma. Ő volt az, aki megmerte tenni, hogy nem vállalta. 1946. márciusában, néhány héttel később a Kisgazdapárt elnöksége egyébként a pártalkotmánnyal összenem egyeztethető módon kizárta őt a pártból, de nem csak őt, hanem a nemzeti demokrácia legjelentősebb erőit, 20 parlamenti képviselőt. Akkor azonban még megmaradhatott a politikai életben. Így Súlyogék továbbra is a parlamentben politizálhattak, és hamarosan megalakították a Magyar Szabadságpártot. Ez a párt 1946 végétől 1947 elején óriási ellenzéki erőt képviselt. Az egész országban ellenzéki hangulat volt, és a párt úgy jelentkezett, mint amely újra képes egyesíteni a polgári, a paraszti, a keresztény gondolatvilágú erőket Magyarországon. Ennek a pártnak a vezetője, lelke, szellemi atya kétségtelenül Súlyog Dezső volt. Személyénél megfigyelhetjük, hogy nincsen kétfajta erkölcs, nincs egy politikai erkölcs és nincs egy magánerkölcs, hanem egyfajta erkölcs van. Így nem véletlen, hogy 1947 elején Moszkvából kapott utasítás és felhatalmazás után a kommunista párt vezetői elhatározták, hogy Súlyog Dezsőt ki kell iktatni a politikai életből.
A kommunista diktatúrák áldozatainak emléknapján emlékezünk a több tízezer családjától elválasztott és kényszermunkatáborba hurcoltakra, a koholt vádak alapján mészárszékekre küldöttekre, az ellenállóként mártírhalált halt hősökre, mindazokra, akik az erőszakrendszer áldozataivá váltak, családtagjaikra, akiket a kommunista rezsim meghurcolt, fogalmazott beszédében a szónok. Az ünnepség zárásaként az emlékezők a Mándi Márton István utcában megkoszorúzták dr. Katona István emléktábláját, és tiszteletük jeléül mécseseket is gyújtottak. A pápai rendőrkapitányság feladatait fegyelmezetten, magas színvonalon hajtotta végre a 2014-es esztendőben is. Hangzott el a kapitányság évértékelő állománygyűlésén. A pápai rendőrök nem csak a bűncselekményekre koncentráltak, de a kisebb súlyú szabálysértésekre is odafigyeltek, így az előző évek statisztikái alapján nőtt a városban a közbiztonság. Röviden összefoglalva azt tudom mondani, hogy pápaiak büszkék lehetnek a rendőreikre. Így nyilatkozott Anda György rendőrezredes, megyei rendőrfőkapitány helyettes, amikor a pápai rendőrök 2014-es munkájáról kérdeztük. Ezt a kijelentést támasztja alá az is, hogy városunk kapitánysága tavalyi tevékenysége alapján Veszprém megyében, 7 rendőrkapitányság versenyében ismételten elnyerte az év rendészeti tevékenységéért díjat. Ehhez az kell, hogy az év minden napján nagyon tudatos szolgálatszervezéssel és szolgálatellátással ott legyünk azokon a helyeken, ahol kialakulhatnak bűncselekmények, szabálysértések, illetve úgy tudjunk szolgálni, hogy észrevegyenek bennünket a lakosok, a lakosság örüljön annak, hogy a rendőrt látja a területen, legyen velünk megelégedve, és így tovább. Tehát összetett kihívás ez, nem elég jól teljesíteni és jó mutatószámokat produkálni, kell ehhez az is, hogy elégedettek legyenek velünk azok az emberek, akikért vagyunk, akikért szolgálunk. A pápai rendőrkapitányságon 131 fő dolgozik. A nyomozás eredményességi mutató tavaly meghaladta a 65%-ot. A terület bűnügyi fertőzöttsége tovább csökkent, hiszen a regisztrált bűncselekmények száma egy év alatt 1311-ről 1219-re csökkent. Ezt Szappan Csaba rendőrkapitány mondta. Úgy gondolom, hogy a csökkenő bűnözés az azt igazolja, hogy évek óta jól dolgozik a pápai rendőrkapitányság. Mintegy 100-zal csökkent az ismerté vált bűncselekmények száma a pápai kapitányság területén. Ez egy nagyon kedvező jelenség, évek óta csökkenő tendencia figyelhető meg. Ezen belül én további sikernek tartom azt, hogy a közterületén elkövetett kiemelt bűncselekmények száma is tovább csökkent. Aztán hasonlóképpen számadatban kifejezhető az, hogy milyen nyomozás eredményességgel dolgozik a kapitányság. 65,1%-ot értünk el. Én azt gondolom, hogy ha emberektől a megspórolt, megszerzett értékeiket elveszik bármilyen módon, az elég durván megsérti az egyensúlyt, a közbiztonságot. Ilyen előfordult Pápa városában, vidéken is. Ez a fajta bűncselekmény a rablás. A rabláshoz az kell, hogy valakitől erőszakkal vegyük el értékeiket. Ilyen előfordult az elmúlt évben 10 alkalommal, és ünnepélyesen tudom jelenteni, hogy mind a 10 esetet sikerült a nyomozóinknak és a közrendvédelmi szolgálatnak felderíteni. Ezek voltak a legnagyobb kihívások. A rendőrség törekedett a lakosság biztonság érzetének javítására is, ezért fokozott ellenőrzéseket hajtottak végre, hetente egy alkalommal, 6-8 rendőr részvételével. 2014-ben a kiemelt országos feladat a közterületek biztonságosabbá tétele volt. Ennek keretében az év második felében Pápa városát napi 24 órában további 2 fős járőrpárral ellenőrizték. 2014-ben a legfontosabb a közterületek biztonságának az emelése, a települések közbiztonságának az emelése volt. Ebből kifolyólag központilag elrendelt úgynevezett 8 hónapos intézkedés sorozattal soha nem látott mértékben tudtuk emelni a településeken a rendőri jelenlétet. Ehhez a kormányzat jelentős mennyiségű túlóra forrást biztosított. Kollégáink azzal, hogy ilyen nagy óraszámban tudtak jelen lenni, hozzájárultak ahhoz, hogy csökkent mind a regisztrált bűncselekmények száma, mind a közterületen elkövetett bűncselekmények száma. A bűnügyi szolgálat minőségi munkáját jelzi azt, hogy az össznyomozás eredményesség és a kiemelt bűncselekmények nyomozás eredményessége is pozitív irányban mozdult el, és a lehető leggyorsabban megpróbálták befejezni az eljárásokat.
kiemelt figyelmet fordítottunk arra is, hogy büntető eljárásokban minél nagyobb számban éljünk a gyorsított eljárással, a bíróság elé állítással, szabálysértéseknél pedig ugyanúgy a gyorsított bírósági eljárásokkal. A közterületek fokozott védelme 2015-ben is fókuszban marad. Mindemellett remélhetőleg a közlekedési statisztika sem romlik, hiszen Pápán tavaly kevesebb súlyos sérüléssel járó baleset történt, mint 2013-ban. A rendőrök nagy hangsúlyt fektettek arra, hogy az ittas járművezetőket kiszűrjék a forgalomból. Ennek köszönhetően az ittasan okozott közlekedési balesetek száma is csökkent. Közlekedésrendészeti szempontból is úgy gondolom, hogy a pápai rendőrkapitányság eredményes volt, ugyan stagnált a sérüléses kimenetelő balesetek száma, de ha megnézzük a sérülések kimenetelében bekövetkezett szerkezeti változást, akkor azt lehet tapasztalni, hogy csökkent a halálos kimenetelő, a súlyos kimenetelő balesetek száma, viszont ezzel szemben a könnyű kimenetelőek emelkedtek. Mindent meg kell tennünk annak érdekében, majd 2015-ben is, hogy csökkenjen a balesetben elhunytaknak a száma. Az Európai Unió közlekedés politikában meghatározott nagy fehér könyve 2050-ig határozza meg, hogy közúti balesetben senki ne halljon meg a közútjainkon. A rendőrkapitány a tavalyi eredményeket megtartva az idei évben még hatékonyabb munkát remél. Jó lenne, hogyha a bűncselekményt és szabálysértéseket elkövető tettesek előbb kapnák meg a megérdemelt büntetésüket az igazságszolgáltatás útján. Ehhez az kell, hogy az eljárások időszerűsége javuljon, gyorsabban be tudjuk fejezni az ügyeket. Ez az egyik célkitűzés 2015-re. A kapitányság dolgozói 2015-ben is elkötelezettek abban, hogy eleget tudjanak tenni a lakosság jogos elvárásainak. Céljuk a pápai járásban élők nyugodt, biztonságos életfeltételeinek erősítése, mondta Szappan Csaba rendőrkapitány. Újabb előrelépés történt a Vörösiszap katasztrófa károsultak nem vagyoni kárának megtérülése érdekében vállalt állami segítségnyújtásban. A mintegy 80 családot érintő ügyben összesen 400 millió forint kártérítési összeget osztanak szét. Az állami költségvetésben szereplő összeghez január hónapban elkészült a végrehajtási rendelet is. Az igényléseket a Veszprém megyei kormányhivatal bonyolítja, de helyben a Devecseri járási hivatalban is intézhetik a kártérítési ügyeket. Mindenről dr. Kovács Zoltán területi közigazgatásért felelős államtitkár és Takács Szabolcs kormánymegbízott tartott sajtótájékoztatót az elmúlt szerdán a Devecseri járási hivatal épületében. 2010. október 4-én átszakadt a MAL ZRT tulajdonában lévő Ajkai Tímföldgyár, Kolontár és Ajka között létesített Vörösiszap tárolójának gátja. Az erősen lugos, maró hatású ipari hulladék 40 négyzetkilométeren terült szét, 10 ember halálát okozva. A sérültek száma több mint 100 fő volt. A magyar kormány 38 milliárd forintot fordított a katasztrófát követő károk helyreállítására, most pedig 400 millió forint összegű állami segítségnyújtást kapnak a károsultak. A tavalyi esztendőben részben a helyiekkel konzultálva, részben személyesen is látva azoknak az ügyeknek az előrehaladását, konzultálva a felszámolóval, illetve ügyvédekkel, akik pereket visznek, hogy jogerős perek várhatók, illetve volt már addigra azt hiszem talán egy vagy kettő jogerős ítélet a nem vagyoni károk tekintetében. Ezért mind személyesen, mind pedig levélbe is fordultam a miniszterelnök úrhoz, és a miniszterelnök úr, mint mindig a devecseri problémákkal kapcsolatosan fogékony is volt erre a kérdésre, hiszen a költségvetés tervezése akkor zajlott, és a költségvetés tervezése során bekerült aztán a költségvetési végleges javaslatba 400 millió forint összeggel ezeknek a károknak a megtérítése, ami aztán a költségvetési rendelet megjelenésével hatályossá vált. Megvan a kártérítési összeg, 400 millió. Ez a felszámoló, illetve a ügyvédekkel történt konzultálásnak a keretösszege, és így mondta azok a legnehezebb sorsú emberek, akik saját személyükben sérültek, vagy pedig hozzátartozójukat vesztették el, adott esetben a mentés közben,
az ő számukra is az eddigi több 10 milliárd forint kártérítés mellett a személyes károkra is most sor kerül. Hiszen ezek a legérzékenyebb kérdés, mert házat újjá lehet építeni, utat újjá lehet építeni, talajt ki lehet cserélni, új fákat lehet ültetni, viszont emberéletet nem tudunk visszahozni. De kompenzálni a bíróság úgy dönt, akkor lehet. És ennek az alapját az államnak kellett ismét megteremteni, tekintettel arra, hogy a MOL ZRT-nél ezek az igények nagy valószínűséggel az eljárás során nem kerültek volna kielégítésre. Segítségnyújtásra azok a magánszemélyek jogosultak, akik a Vörösiszap katasztrófához kapcsolódóan nem vagyoni kártérítést indítottak a MAL ZRT-vel szemben 2014. december 31-éig, vagy a MAL felszámolását végző felszámoló felé kártérítéssel éltek, és engedményezték a jogerős bírósági ítéletben foglalt kártérítési összeget a magyar államra. A technikája következő, hogy az állam követelést vásárol. Megvásárolja a károsultaknak a követelését, és azt érvényesíti az állam a MOL-lal szemben, a károsult pedig engedményezi, hogy az állam a MOL-lal szemben érvényesíthesse a követelését. Ez azt jelenti, hogy a károsult viszonylag hamar hozzájut a pénzéhez, az államnak meg kell küzdeni azért, hogy a MOL ZRT-től ezt a forrást vissza tudja hozni. A károsultak segítségnyújtási jog címén két összegre lesznek jogosultak. A bíróság által jogerős döntésben meghatározott nem vagyoni kártérítés tőke összegére, valamint a felszámolási eljárásban a nyilvántartásba vételi díj összegére, megfizetett díj összegére. A jogosultaknak egy hatósági eljárás keretében kell kérelmezniük ennek a megtérítését, és mind, ahogy már államtitkáról említette, a kormányrendeletben a kizárólagos hatáskörre rendelkező szerv a Veszprém megyei kormányhivatal. Tehát a Veszprém megyei kormányhivatal hatósági főosztálya fogja majd elbírálni ezeket a kérelmeket, amelyekhez csatolni kell, és csatolni szükséges a jogosultaknak a jogerős bírósági döntést, az engedményezési eljárásban befizetett úgynevezett regisztrációs díj igazoló dokumentumot, valamint az engedményezési nyilatkozatot. A kérelmek a Veszprém megyei kormányhivatal hatósági főosztályán és a Devecseri járási hivatalban is benyújthatók. Mindkét helyen szívesen válaszolnak a felmerülő kérdésekre is. A kormányhivatal honlapjáról az engedményezési nyilatkozat mintáját is letölthetik. Ez a www.kormányhivatal.hu/Veszprém oldalon érhető el. Pénteken volt az Edvi Malom 200. előadása. A jubileumi alkalmon dr. Gazdag Ferenc a Nemzeti Közszolgálati Egyetem tanára tartott előadást az érdeklődőknek. Az egykori Türös diák Magyarország elmúlt 25 évéről beszélt, és arról, hogy merre tart hazánk, mint kompország hajója. Sánta Csaba, az Edvi Malom fogadó tulajdonosa köszöntötte a jubileumi előadáson megjelenteket, majd az elmúlt 10 év rendezvényeire, előadás sorozataira emlékezett. Külön köszöntötte a Partitúra rendezvényszervező csapatot, ők voltak azok, akik fiatalos lendülettel elindították az Edvi Malomban a rendezvénysorozatokat. A 200. előadáson a Nemzeti Közszolgálati Egyetem tanára történelmi politikai kirándulásra invitálta az érdeklődőket. Gazdag Ferenc azt a kérdést járta körül, hogy merre tart Magyarország hajója. Én úgy gondolom, hogy az irányba jól tartunk, tehát az ország azon az oldalon áll Európában, ahova tartozik. Ne feledjük el, hogy az államalapító királyunknak ez a horgonyzása már egyszer megvolt, hogy a keresztény Európához kell tartozni, most megint itt tartunk, még hogyha ez az Európa a kereszténységet már egyáltalán nem ilyen hangsúlyokkal használja, de az örökségünknek ez része. Adi Endre 1905-ben használja először a kompország kifejezést az országra, és azt kívánja jelezni, hogy kelet és nyugat között a magyarok azok már csak ilyenek. És ugye ezt a történettudomány, ezt a kompország jelenséget kicsit más terminusokkal, de visszaigazolta, hogy eltérnek a keleti meg a nyugati fejlődésnek a irányai, módszerei, sablonjai, és ehhez más gazdasági
és más-más társadalmi képletek kapcsolódnak. Na most, amiről beszélni akarok, az az, hogy három ilyen komp vagy kikötőváltást tekintünk át nagyon röviden. A török kiűzés utáni időszakot, ami egy szörnyű ár volt, amit Magyarország fizetett a török hódoltság idején. Azt utána egy másikat, ami 1945-ben ismét kelethez kapcsolt bennünket, a Szovjet Birodalomnak a része lettünk, és akkor az utoljára pedig a legutóbbi kikötés, ugye immár a nyugati oldalon, és egy 25 év után valamiféle hevenyészet mérlegett arról, hogy hol tartunk. Az előadó elmondta, türelmetlen, zaklatott társadalomban élünk, sajnos szinte mindent csak anyagiakban mérünk. Ennek ellenére úgy véli, Magyarország ma a helyén van. Az, ami történik 2010 óta, tehát egy politikai irányváltással, úgy gondolom, hogy talán most hogy valamennyire elindulunk fölfele, hisz az első 20 évben ha nem is kompország méretű, de egy olyan fajta a politikai oszcilláció látszott, hogy amit úgy szoktak leírni, hogy egy lépés előre, utána egy másik lépés vissza. Hát úgy nehéz haladni, hogyha ellenkező irányba lépdelünk, és talán most vannak olyan tünetek és olyan adatok, amik azt mutatják, hogy az ország gazdaságilag is elindult, egy picikét úgy tűnik hangulatilag is, tehát az optimizmust nagyon nehéz azonosítani, de hogyha adatokat keresünk, olyanokat például, hogy hosszú évek óta először a születésszám nő, meg egy pár olyan dolog, amik azt mutatják, hogy talán nőtt a társadalomnak a bizalma a jövőben. Ez egy nagyon fontos valami, és úgy gondolom, hogy innen kell nézni a világot. Gazdag Ferenc a Tűr István gimnáziumban érettségizett. Azt mondta, középiskolás éveire nagy szeretettel és elfogódottsággal emlékezik vissza. Elárulta azt is, nagy öröm számára, hogy őt kérték fel a 200. előadás megtartására. Minden olyan formáció, minden olyan egyesület, minden olyan közösség, amelyik időt és energiát tud szakítani arra, hogy önmagával, a helyi közösséggel, vagy az országnak a gondjaival foglalkozom, arról beszéljen, arról hallgasson előadást, minden tiszteletet megérdemel. Péntek délután embereket bárhova mobilizálni, ez egy különleges dolog, tehát csak azt ismételni tudom, hogy én megtisztelve érzem magam ettől, és megpróbálok megfelelni a 200. alkalomnak. Az Edvi Malom jubileumi alkalmáról az ünnepi torta sem hiányozhatott. Ülést tartott múlt hét szerdán a kábítószerügyi egyeztető fórum. Az Egyesített Szociális Intézmény Gondozási Központjában megrendezett programon a szervezet pályázati tevékenységéről hangzott el beszámoló, valamint Drog és család címmel tartott előadást a KEF tagságának Gazda Gábor szakvizsgázott pszichiáter, neurológus, házi orvos. Rendezett családban nincs drogos gyermek vagy fiatal, ezt mondta dr. Gazda Gábor pszichiáter. És rendkívül fontos az is, hogy ezt sokan tudják, tette hozzá a szakember. Veszprémi alkohol- és drogsegély ambulancián dolgozom, most az idén lesz 10 éve, és nekem az a tapasztalatom, sőt nem tapasztalatom, hanem határozott meggyőződésem, hogyha rendezett a család, szenvedélybetegség gyakorlatilag nem fordul elő. Tehát rendezett családi millióban szenvedélybeteg rendkívül ritka. Olyan évi 2000 betegem van, akik jelentkeznek hétről hétre a drogambulancián, illetve ennek a kihelyezett rendelésein, és azt kell mondanom, hogy ebből 1-2-3 eset van évente, amikor az ember elcsodálkozik, hogy minden klappol otthon, jól tanul a gyerek az iskolában, a testvérek, a szülők szeretetteljesen nevelik a gyerekeket, jó anyagi körülmények között vannak, és a gyerek drogossá válik. Tehát ha rendezett a család,
akkor meggyőződésem, hogy drogos nincs. Ez az ezrelékes nagyságrend, ami mégis előfordul, hát ez csak egy üdítő példa. Évente ez a 2000 eset, ami előfordul, ezeknek a 99,99%-a elvált szülőknek a gyereke, alkoholista apa gyereke, nagyszülők nevelik valamilyen oknál fogva. Hát a leggyakoribb sajnos az, hogy elvált. Most ez, hogy itt most már lassan 60% körül van a válás Magyarországon, de európai kitekintéssel is körülbelül hasonlók. Sőt, most még az igazán eddig nem váló országok, amik erősen katolikus országok voltak, Spanyolország, Olaszország, ott is elindult egy hihetetlenül nagy forradalom, egymás után válnak el a szülők, még akkor is, hogyha kívülről esetleg úgy látszik, hogy a gyereket nem viselte meg, a gyerekeket kérem szépen minden esetben nagyon megviseli a válás. Belül nem is mondja esetleg, felszínre se jön. Lehet, hogy lesz 25-30 éves, mikor egy orvosi vizsgálat során kiderül, hogy neki ez egy milyen fájó pont volt, hogy a szülők félre külön mentek. Úgyhogy a harmonikus család az egy nagyon fontos. A családban tartalmasan kell együtt eltölteni az időt, és a közös programok mellett az is nagyon lényeges, hogy a család tagjai beszélgessenek egymással. Emellett a mozgás, a sportolás is nagy mértékben hozzájárulhat ahhoz, hogy a fiatalok ne nyúljanak kábítószerekhez. Egyre gyakoribb az, hogy együtt van a család otthon, az egyik nézi a meccset a tévén, a másik facebookozik, a harmadik valamilyen izéjátékkal játszik, a negyedik nyomogatja az okostelefonját, együtt a család, de egymásra mégsem jut idő. Tehát az, hogy kommunikáljunk egymással. A statisztikák szerint ma Magyarországon 80-100 ezeren élnek drogokkal, ez azonban elenyésző az alkoholfogyasztáshoz képest, mert súlyos probléma ma hazánkban a fiatalok és a felnőttek tekintetében is a nagymértékű alkoholfogyasztás, melynek megoldása ugyancsak fontos lenne, hangsúlyozta dr. Gazda Gábor. Gyülekezeti munkatársképző tanfolyamot szerveztek a pápai evangélikusok az egyház országos kezdeményezéséhez kapcsolódva. Ma már nem tartható az egyszemélyes gyülekezeti szolgálat, a lelkésznek segítőkre van szüksége. Ezért a három alkalmas kurzuson a teológiai alapismereteken túl a gyakorlati kérdésekről is szó esett. A gyülekezeti munkatársképzés 8 éve indult az evangélikus egyházban. Kezdeményezője és gazdája kezdetektől fogva Dészebik Imre nyugalmazott püspök, aki vallja, hogy az egyház változások előtt áll, hisz a feladatok oly mértékben megsokasodtak, hogy a lelkésznek segítőkre van szüksége a gyülekezeti tagok közül. Azért indítottak tanfolyamot több helyütt az országban, így Pápán is, hogy a jelentkezőket felkészítsék a feladatra. Országosan végezzük ezt a szolgálatot, miután az egyház arra a felismerése jutott, hogy a lelkészeknek a munkája rendkívül megnövekedett, és ezért szükség van arra, hogy a gyülekezetek erre vállalkozó tagjait mozgósítsuk, és amilyen adottságokkal rendelkeznek, azzal próbáljanak segíteni a lelkésznek. Ebben az esetben általában arra gondolunk, hogy a híveknek a fölkeresése, betegek látogatása, idős embereken való segítés, és szükség szerint, ha erre adottsága van, akkor lelki gondozói tevékenységet, beszélgetést is folytasson, vagy jelzést adjon a lelkésznek, hogy feltétlen szükséges egy lelkipásztori látogatás. És ennek a bibliai alapjait, kicsit a egyháztörténeti múltját is próbáljuk feleleveníteni, és hát egy három részből álló tanfolyamot indítunk el az egyház megyében levő evangélikus gyülekezetek képviselői számára.
Ez természetesen növeli az egyház iránti felelősséget, a Krisztus ügye iránti elkötelezettséget annak érdekében, hogy minél többen, akik esetleg elkóboroltak, vagy eltévesztették az utat, visszataláljanak az egyházhoz, mert egy olyan egyház képet próbálunk felrajzolni, amiben nem egyszerűen mi várunk az emberektől mindent, hanem szeretnénk számukra egy élő segítő közösséget alkotni, és ennek a képviselői lennének azok, akik mint munkatársak fölkeresik a híveinket. A segítőtársak munkájával tartalmasabb lehet a gyülekezeti élet, és közvetlenebb a hívek közötti kapcsolat, hangzott el a tanfolyamon, melyen a biblia ismereti és egyháztörténeti kérdéseken túl szó esett a gyakorlati tennivalókról is. Arra gondolunk, hogy akik a gyülekezet az egyház nevében látogatnak, alaposabb biblia ismerettel rendelkezzenek, azután hát egyfajta gyakorlatot is végzünk, ahogy szokták mondani, szimulálunk egy látogatást egy megfelelő témával, például mit tud mondani a gyülekezeti munkatárs, ha konfirmandusokat gyűjt össze, hogy mi a konfirmáció értelme, célja, miért érdemes erre a tanfolyamra járni, vagy ha valaki történetesen beteg, akkor fölteszi azt a kérdést, hogy miért bünteti őt az Isten. És ezekhez hasonló kérdésekre próbálunk választ adni, hogy megfelelő munícióval érkezzenek a gyülekezeti munkatársak a látogatásra. Milyen a jó segítő személyisége? A pozitív kisugárzásúnak kell lennie, valahol áradnia kell belőle, hogy nem egyszerűen mi emberek akarunk segíteni, hanem rajta keresztül az Úristen szólítja és keresi őt. A pozitív kisugárzás mellett pedig a tetrekészség is fontos, hogy szorgalmas legyen, ne essen kétségbe, ha éppen elkezd ugatni a kutya és harapósnak tűnik, hanem föltalálja magát egy adott helyzetben, és ha rosszkor érkezik, mert ilyen is előfordulhat, akkor inkább forduljon vissza és keressen egy másik időpontot, hogyha a családnak olyan elfoglaltsága van. Tehát rögtönzőkészségre, találékonyságra és hát természetesen felkészültségre van szükség. A gyülekezeti munkatárs nagy segítséget jelent a lelkészek számára, mondta Polgárdi Sándor esperes is. Az evangélikus lelkipásztori szolgálat mellett mindig is ott volt a gyülekezetekben a presbitereknek, a megválasztott tisztségviselőknek a szolgálata és munkája, de azért nagy egészében az egyház megye tekintetében is, vagy egész evangélikus egyház megyénk és országos egyházi viszonylatban is, az nehézséget okoz sokszor, hogy egy emberre, a lelki pásztorra hárulnak olyan feladatok, nem csak adminisztrációs, beruházás jellegű, hanem éppenséggel ebből kifolyólag, hogy kevés ideje van már a lelki pásztori munka mellett, amelyet püspök úr is említett, amikor épp a látogatás, vagy éppenséggel különböző programok szervezése tekintetében munkatársakra van szükség, akkor olyan szolgatásokat szeretnénk akár a gyülekezeti tagok közül, presbiterek közül hívogatni, akik már egy kicsit többet tudnak az átlagosnál, és amikor ma egy ilyen konferenciára, vagy éppen egy továbbképzésre, tanfolyamra érkezünk, akkor az Isten igének közelségében meríthetünk abból, és mindnyájan átélhetjük, hogy Jézus tanítványaiként eszközök vagyunk ebben a mai modern korban, és ez ilyen értelemben nagy segítség lehet, és ezt a lehetőséget különösképp akkor kell használni, amikor a lelkészek kaptak egy olyan feladatot, mondjuk a hitoktatás tekintetében, mikor jelen vagyunk szociális otthonokban, általános iskolában, gimnáziumokban, elengedhetetlen, hogy gyülekezetekben ne aktivizáljuk magunkat, mert az egyház a gyülekezeteiben él, és egy szórványegyházban ez különösképpen nagy kihívást jelent. A gyülekezeti munkatársképző kurzus következő alkalma április 11-én lesz.